A republikánus Paul Ryan a legtöbb területen megverte a demokrata Joe Bident az amerikai alelnökjelöltek televíziós vitájában. A CNN felmérése szerint a nézők 48%-a értékelte úgy, hogy Ryan nyert Bidennel szemben, míg a demokrata alelnököt 44% látta győztesnek. Jóval többen gondolták úgy, hogy Ryan érthetőbben kifejezte magát, és a republikánus alelnökjelöltet többen látták szerethetőnek is. Általában ők a főszereplők, de Barack Obama és Mitt Romney most csak tévénézőként követte az alelnök jelöltek televíziós vitáját. Romney stábjával és egy szimpatizánsával egy szállodai szobában, Obama pedig az elnöki különgép fedélzetén úton Washington felé. A két elnök jelölt hatalmas nézettséget hozott első vitája után, nagy volt a várakozás Joe Biden és Paul Ryan szócsatája előtt. Az alelnök kifejezetten agresszívan támadta a republikánusok alelnök jelöltjét. Éles szóváltások hangzottak el Ryan és Biden között a nemzetbiztonságról, a gazdaságról, az adókról és az egészségbiztosításról. Azt akarjuk, hogy mindenki legyen sikeres, hogy az emberek kikerüljenek a szegénységből, hogy el tudják magukat tartani, és felkapaszkodjanak a középosztályba, mondta Ryan, aki szerint az Egyesült Államok gazdasága rossz irányban halad. Biden viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy az Obama kormányzat nehéz örökséget vett át elődjétől. Amikor hivatalba léptünk, a gazdaság szabad esésben volt, ezért azonnal megmentettük a General Motors-t, és csökkentettük a középosztály adóját. Romney viszont azt mondta, hagyni kell csődbe menni a detroiti autógyártást. Mi segítettünk az embereknek megtartani hitelre vásárolt otthonaikat, Romney viszont szabad utat adott volna az ingatlan árveréseknek, mondta Biden. A vita hevében Biden halandzsának nevezte Ryan mondandóját, akinek többször is belevágott a beszédébe. Olyannyira, hogy a republikánus politikus végül rendre utasította Bident.